Majtényi Lászlóról azt kell tudni, hogy nagyon sok segítséget kaptunk tőled az elmúlt időszakban. Jogász vagy, hogyha én nagyon egyszerűen szeretnék megfogalmazni, de jó pár tisztséget betöltöttél Magyarországon. Volt ombudsmanról van szó, az ORTT elnökéről, és jelenleg az EKINT-nek, az Eötvös Károly Intézetnek az elnökéről. És számos olyan jogi kérdésben, amihez én egyszerű mezei halandóként nem értek, azt úgy szoktam megvizsgálni, hogy mi a helyes gondolat róla, hogy felmegyek az EKINT oldalára, és elolvasom, hogy például ott milyen érvelések vannak. Van, amit nehéz elfogadnom, mert hogy a politika annyira más logika szerint épül, és a jogot egy kicsit ilyen praktikusabban próbálja szemlélni. De mindenképpen azt gondolom, hogy az a normális, hogy minden körülmények között ragaszkodtok a jognak a sokszor nagyon szeriőz és nagyon rigid vonalaihoz. Így tudjuk ugyanis azt biztosítani, hogy ne szülessenek például a Magyar Országgyűlésben olyan törvények, amik Lex CEU, Lex, nem tudom, Andy Vajna, Lex, stb. Tehát névre szóló törvénykezés vagy törvényhozás ne tudjon megjelenni. Úgyhogy több kérdéssel is készültem. Az egyik az, amit mindig föltesztek nekem szerte a választókerületben, hogy Bernadett, mi lesz, hogyha nyerünk, de nem kétharmaddal, hogy fogjuk az alkotmányosságot helyreállítani, hogy lesz újra jogállam? Igen, az órádra néztél, tudom, hogy reggelig tudnánk erről beszélgetni, de szerintem nagyon fontos, mert több politikai álláspont megjelent. Volt, aki azt mondta, nagyon egyszerűen, ez Jakab Péter volt, hogy jogászkodással vették el, jogászkodással fogjuk helyre tenni. Ez nekem egy nagyon szimpatikus megközelítés, de sok választópolgárnak ez nem elég. Tehát szeretné tudni, hogy pontosan hogy fog kinézni ez a jogászkodás. A másik az, hogy volt olyan álláspont is, amit Márki-Zay Péterék képviselnek, ami szintén egy nagyon huszáros megoldás, és szívem szerint kedves is. Nem tudom, hogy mennyire megvalósítható, és milyen következményei vannak. A propagandában ugye meg is jelent rögtön, hogy mi mindent szét akarunk rúgni a jogállamot, ami persze most nincsen, de hogy ezt is meggyaráznánk és tönkretennénk, és van nektek egy nagyon szakmai és nagyon helyén való álláspontotok, ami viszont kérdés, hogy politikailag mikorra tudja az garantálni, hogy Magyarország újra jogállam legyen. Ez lenne az első kérdésem, hogy mit tanácsolnál nekünk, hogyha sikerül a kormányváltás, akkor hogyan érdemes folytatni a jogállamiság helyreállítását, abban az esetben, ha nincsen kétharmad ezen az oldalon. Hát nagyon szépen köszönöm. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem, és nem én teszek szívességet, hanem Fél Bernadett tesz nekem szívességet azzal, hogy meghívott erre a fórumra. És mielőtt a kérdésre válaszolnék, szeretnék egy nulladik kérdésre is válaszolni. Nevezetesen azzal szeretném kezdeni, hogy csak hogy tudják, mert ez nem mellékes, hogy én egy két lábon járó szerencsehozó talizmán vagyok politikusoknak, mert azért mondom ezt, mert ma ez nem tegnap volt azért, hanem inkább tegnap előtt, hogy Mellár Tamás mellett Pécsett az előző választáson kampányoltam, akinek semmi esélyt nem adtak arra, hogy Baranyában győzni fog, és hát egy hasonló körülmények között, csak valamivel nagyobb közönség előtt, ott én hát minden meggyőző erőmet megpróbáltam elővenni, és hát persze, hogy mondjam, ez az egyéni hiúság talán, és valószínűleg nem én miattam győzött, de minden esetre ott kampányoltam a Mellár Tamásnak, és megnyerte a választást. Utána a legutóbbi parlamenti választáson megint a Mellár Tamás mellett kampányoltam Pécsett, és megint győzött. Az önkormányzati választás idején pedig a Ferencvárosban Baranyi Krisztina mellett kampányoltam. Nem tartották esélyesnek egyébként a Krisztinát Ferencvárosban. És az utolsó kampánygyűlésén voltam ott, és próbáltam a jelenlévő fradistákat meggyőzni arról, hogy Baranyi Krisztinára kell szavazni, és Baranyi Krisztina is győzött. Most legutóbb egyébként Budafokon, a Tóth Endre, momentumos Tóth Endre mellett kampányoltam, ugye most csak mondom, hogy ő is győzni fog, és természetesen Szél Bernadett is győzni fog. Ezt mondják el, akivel találkoznak, hogy ugye tulajdonképpen abban az értelemben lefutott meccs, hogy ezt már mi elintéztük, abban az értelemben nem, hogy április 3-án ott kell lenni a szavazófülkékben, és megfelelően kell szavazni, és azt is mondom, hogy a kormány morálisan teljesen elvetemült gyerekvédelminek hazudott,
uszító, hazug kérdésére pedig úgy kell behúzni a két X-et, hogy ne lehessen aztán azzal tovább manipulálni, tehát érvénytelen szavazatot javaslok. Mindenki azt csinál, amit akar, persze, nyilván én liberális meggyőződési emberként minden meggyőződést abszolút tisztelek, csak én azt javaslom, hogy erre a kérdésre, tehát erre a gyerekvédelminek hazudott kérdésre érvénytelenül szavazzanak. Tudnék erről még mesélni, de nem akarok. Hanem a kérdés, amit... Hanem a kérdés, hogy a jogállamiság hogy legyen. Ugye az egyik alapvető dolog, amivel nincs talán mindenki teljesen tisztában, az egyik probléma az, hogy mint tudjuk, a Fidesz rendszeresen kétharmadokat ért el. Ez egy végtelenül igazságtalan és nem fair választási rendszer. A nemzetközi választási megfigyelők azok azt szokták mondani, hogy fair és szabad a választás, vagy nem fair és szabad. És akkor ugye ennek olyan formulái vannak, hogy a választás szabad ugyan, de nem fair. Na most ugye ez már egy ilyen bűv mese a szavakkal. Valójában a fogalom elválaszthatatlan, tehát olyat nem tudok elképzelni, hogy azt mondjam, hogy szabad, de nem fair, vagy részben szabad, de nem fair. Ez ugye, aki olvas Bulgakovot és a büdös halnak a sztoriát tudja, a hal vagy büdös, vagy nem büdös, a választás vagy fair és szabad, vagy nem fair és szabad. Ez a választás nem lesz fair és szabad, mint hogy az elmúlt három választás utoljára 2010-ben volt fair és szabad választás Magyarországon. Ez nem lesz szabad, lehet, hogy beszélünk majd a sajtóról, szabad sajtó hiányában, vagy gettóba szorított szabad sajtó körülményei között, választás eleve nem lehet szabad. Na most a választási rendszer az úgy van kitalálva, hogy egy megosztott ellenzék és egy kormánypárt áll egymással szemben, akkor megtörténik az, ami Magyarországon megtörtént 2014-ben, hogy a Fidesz 43,5, a leadott szavazatok, nem a lakosság, a leadott szavazatok 43,5-ével kétharmadot tudott elérni. Úgy van a rendszer, ez tényleg egy elvetemült rendszer, és nagyon sokat lehet beszélni, hogy nem csak ez az egyetlen része a rendszer hazugságának, hanem a német nemzetiségi képviselő, ugye még egy plusz szavazatot ad a Fidesznek, a határon túli levélszavazatok problémája, a kárpát-medencei szavazatok, ahol meg kell mondjam, hogy nem Belarusz és nem a putyini Oroszországban megszokott eredmények jönnek el, hanem Észak-Koreaihoz közeli eredmények, tehát jóval 90% fölötti kormánypárti eredmény. Tehát ezek, és ez még hosszan folyt, tehát ezek a pályát rendkívül előnytelenné teszik, tehát egy olyan 100 méteres síkfutást tessék elképzelni, ahol az egyik versenyzőnek 90 métert kell futni, a másiknak meg 140-et. Én fiatal koromban atletizáltam, és éppen futottam, és körülbelül, hogy mondjam ezt, aki valaha volt futóversenyen, az tudja, hogy ez milyen hátrány, vagy milyen előny. Tehát ezzel lehet vitatkozni, hogy 90 vagy 130 métert, vagy 140 métert kell a 100 méter helyett az egyiknek, meg a másiknak lefutni. De ha még ennek ellenére az ellenzék győzni tud, mint ahogy egyébként esélye van arra, hogy győzzön, az nem azt jelenti, hogy a választás szabad és fair volt. Na most az, hogy ugye lehet fantáziálni a kétharmados ellenzéki győzelemről, de a rendszer olyan, hogy abban a pillanatban, amikor két választói tömb áll egymással szemben, ez a rendkívül aránytalan választási rendszer hirtelen teljesen arány, vagy nagyjából, nem teljesen, nagyjából arányossá válik. A jelenlegi választási kutatások szerint, tehát a választói szakértőknek, a legjobb szakértőknek a kutatása szerint az ellenzéknek a mostani rendszerben legalább 53%-ot kell elérni a döntetlenhez, tehát 53,5-54%
kell a legminimálisabb győzelemhez is. Eddig Magyarországon a legnagyobb arányú választási győzelem 2010-ben a Fidesz által elért, azt hiszem 53% volt. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz munka, és minden tiszteletem Szél Bernadetté, akit egyébként, amikor először megláttam a politikában, ez sem tegnap volt, én azonnal a szívembe zártam. Tehát van az emberben egy olyan, vagy nem mindenkiben, sokakban van, hogy első látásra látja azt, hogy egy morálisan vagy nyilván nem az első látás, az első mondatoknak a meghallásával van az embernek egy olyan érzés, hogy itt egy morálisan megalapozott, támogatható szeméről van szó, és a magyar politika sivatagában az egyik üde oázis a mellettem ülő Szél Bernadett, nem tudom, ez talán annyira nem volt képzavar, most találtam ezt a formulát, tehát én csak annyit akarok mondani, hogy emberileg is nagyon rokonszenves lény, és nagyon, nagyon remélem, hogy fontos politikai szerepet fog betölteni ebben az országban, és azt is nagyon remélem, hogy nem csömörlik meg attól, amit már rég meg kellett volna csömörni. Kellene már régen. Na most, tehát ugye az van, hogy mit kezdünk a feles győzelemmel, vagy ugye ezt egyszerű többségnek nevezik a jogban, mit kezdünk az egyszerű többségnek, másra egyáltalában nem lehet számítani. Az a helyzet, hogy az Orbán rendszer összes legradikálisabb kritikusaival is én majdnem, hogy 100%-ig, vagy éppen 100%-ig értek egyet. Leszeretném szögezni, hogy ezt a rendszert, amiben mi élünk, ezt nem tartom jogállamnak, Kis János jó formuláját szívesen használom, hogy nem most, hanem sok évvel ezelőtt, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, megtörtént az, amit Kis János autokratikus áttörésnek nevez. Az autokratikus áttörés az azt jelenti, hogy megszűnt Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszere, Magyarországon a független intézményeket gyarmatosította a Fidesz, ideértve az Alkotmánybíróságot. Én nagyon gyakran használom azt a formulát, hogy az az intézmény, amelyik az Alkotmánybíróság levélpapírját használja. Tehát tartalmilag az Alkotmánybíróságot nem tartom már Alkotmánybíróságnak, éppen ugye legutóbbi határozata, és lehet, hogy erről még beszélni fogunk, hát intellektuálisan szánalmas, morálisan minősíthetetlen, amikor egy járványügyi tájékoztatás keretében politikai kampányt folytat a kormányzati tájékoztatási központnak nevezett izé, mégpedig olyan módon folytat politikai kampányt, hogy ráadásul tételesen hazudik is az ellenzéki álláspontról, nevezetesen ugye azt állítja, hogy az ellenzék egyetlen pártja sem állított soha, nem is utalt ilyesmire, hogy az ellenzéknek politikai célja lenne fegyveres alakulatokat küldeni az ukrán-orosz háborúba. Kurján elbukott alkotmánybíros, de most, hogy itt mit lehet csinálni, ugye itt két dolog van. Az egyik az, hogy ha azt mondjuk, hogy ez egy autokrata állam, akkor a politikai cél az autokrata államnak a felszámolása. Tehát abban én a legradikálisabb kollégákkal sem vitatkozom, hogy a Polt Péter nem maradhat a hivatalában, az Alkotmánybíróság helyett egy jogállami alkotmányvédő szervet kell állítani, hogy az ombudsman nem végzi el a feladatát, hogy ugye én 6 évig adatvédelmi biztos voltam, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elvesztette a jogvédő szerepét, és a kormány szolgálja, hogy a költségvetési tanács a jelenlegi formájában és a jelenlegi jogkörében nem működhet. A kérdés az, hogy ez hogy történhet meg. Én abban a tekintetben meg kell mondjam, hogy szkeptikus vagyok, hogy ilyen Nagy Sándori kardunkkal átvejük a gordiuszi csomót megoldás az valóban célra vezető lehet-e. Ugye az, hogy egyszerűen elzavarjuk ezeket az intézményeket,
az alkotmányos legalitásnak az átlépésével. Hozzáteszem egyébként, hogy a történelem ismer hasonló példákat, az amerikai alkotmány, az alkotmányos legalitás áttörésével jött létre. A japán alkotmány az a japán alkotmányos a megsemmisítő világháborús vereség után az alkotmányos legalitás megtörésével jött létre. A Horthy rendszer kivérzése és a, hogy mondjam, a rendszer tulajdonképpeni hát ugye egy nyilas diktatúrába forduló változatán, illetve az nem nevezném változatának, de végkifejletének a fizikai megsemmisülése következtében a mai magyar alkotmányosság kiinduló pontjaként tekinthető, hogy ez egy kis alkotmány, az 1946. évi első törvény, az ugyancsak a legalitás megtörésével jött létre. Tehát különleges körülmények között ez lehetséges. A kérdés az, hogy mikor vannak a különleges körülmények. Én azt gondolom, hogy különleges körülmények között ről csak abban az esetben lehet beszélni, hogyha egy elsöprő tömegtámogatás van, kvázi társadalmi forradalmi helyzet. Ahhoz pedig egy politikai munka kell. Tehát a rövid válaszom Bernadett kérdésére az, hogy az én felfogásomban a választási győzelem az nem a jogállam azonnali eljövetelét jelenti, hanem azt jelenti, hogy elkezdődik egy hosszú és kemény és egy offenzív és tehetséges kormány birtokában lévő eszközökkel eséllyel megvívható küzdelem a szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországért. Általában az emberek az alkotmányja, legalábbis így, amikor a piac és politikán, stb. Tehát az úgy elsőre nem kerül szóba, hogy miért is kell nekünk annyira egy olyan alkotmány, ami tényleg mindenki elfogad, és hogy miért származtatható abból gyakorlatilag a teljes társadalmi létezésünk itt az országban. De amikor például valaki építkezni szeretne, és az önkormányzatiságról kezdünk el beszélni, tehát arról, hogy miért van az, hogy komplett lakóparkok tudnak úgy megépülni, hogy a helyben a képviselőtestület azt nem akarja, nem támogatja, és hogy miért van az, hogy az itt megválasztott, most nem telkében, csak hogy a helyben megválasztott képviselők, a polgármester tehetetlen egyes építőipari lobbival, vagy a helyi erős vállalkozóval szemben, akkor végül is csak ott kötünk ki, hogy az önkormányzatiságnak az egésze az is egy alkotmányos jog, tehát az is az alaptörvényből származik, és hogy ezt is az elmúlt években sikerült tönkretenni. Sikerült elvenni ugye hatásköröket, forrásokat is, és én valahogy az a tapasztalatom, hogy ez az a pont, amivel a helyi politizálásban rögtön közel tudjuk hozni ezt a tőlünk egy kicsit távolabb álló jogi szöveget. És rögtön megvan az a közös megértés, ami alapján fontos lesz nekünk az, hogy miért is kell majd elmenni arra a vágyott népszavazásra, ha már ott tartunk, hogy tényleg legyen egy olyan helyzetünk, amiből egyszerűen nem vehettek el, tehát a helyi önkormányzatiságból például. Itt most összekötöm ezt egy kicsit a helyi programmal, mindenhol, mind a 17 településünkön probléma volt az, hogy hatásköröket vettek el a Fidesz-KDNP az elmúlt években az önkormányzatoktól, például amire előbb céloztam, az az építésügyi hatóságnak a jogköre az elkerült a kormányhivatal alá. És a vírus az még adott egy kegyelemdöfést ennek a rendszernek, mert hogy hoztak egy olyan szabályt, hogyha egy építési vállalkozónak például már szerződése van arra, hogy építhet, még egy tilalmat sem tudott rátenni az adott önkormányzat, mert a gazdaságvédelmi, nem tudom, programnak az volt az egyik mondása, hogyha megvan valakinek az élő szerződése, akkor mehet az építést, egy lakásos társasház bármi épülhet, és hirtelen akkor nem tudom, a két lakásos ikerházból lett 4 lakás, meg 12 lakás, és így elkezdődött a településeknek a duzzasztása olyan mértékben, ami létezésünket, meg az ötfületeknek a létezését is fenyegeti most már Pest 2-ben. Például, csak mondok egy konkrét példát, ugye Telkiben vagyunk, itt van mellettünk Páty, hétfőn rendkívüli ülésre a pátyi önkormányzatnak a vezetése fölvitt egy újabb dűlőnek a beépítését, már belterületben volt vonva, igen, jól tudom, 300 embernek az érkezése lenne várható akkor, hogyha ez átment volna. Egy szem önkormányzati képviselő van, aki ellenzéki az adott településen, dr. Kovács Ferenc, rögtön
intézkedett, hogy ez most, ez mi ez, hogy hirtelen így rendkívüli önkormányzati ülést hívtak össze, és hogy ez felkerült napirendre. Nem akartak választások előtt, feltettem botrányt, gyorsan levették. Mindenesetre ez például megint a jognak a kijátszása, mert hogy azért csinálják rendkívülire, mert akkor nem kell bizottságra vinni, és akkor, hogyha nem kell bizottságra vinni, akkor gyorsabban át lehet patintani az egész jogszabályt, ugyanezt csinálják a parlamentben is. Egy csomó társadalmi egyeztetésre, tehát komplet rendszereket alakítottak át úgy, hogy egyéni képviselői indítványba adták be, és nem miniszterként például, és akkor ezzel gyakorlatilag a társadalmi egyeztetésnek a teljes folyamatát ki lehetett kerülni. Így lehetett például egy vírus kellős közepén a komplet magyar egészségügynek az átalakítását egy nap alatt átverni a magyar parlamenten, úgyhogy az érintettek se tudták elolvasni azt, hogy pontosan mit alakítanak át. Illetve a saláta törvény, ami azért saláta törvény, mert mindent bele ugye a salátába. Paprika, paradicsom, ez az, ami van, meg amit meg lehet még vásárolni, olyan áron van, de hogy sokféle dolgot kevernek össze, régen, ez egy ilyen kivétel volt, hogy saláta törvény. Most már az, hogy az az állandó, és akkor azzal szivattak minket ellenzéki képviselővel, hogy kinek, hogy Szőr Bernadett ezt meg azt a fantasztikus dolgot nem szavazta meg. Hát persze, mert ott volt benne három akna, ami mellé meg nem tudom a nevemet adni. Most akkor ilyen helyzetben mit csináljuk, hogy egy dolgot utálunk benne, három dolgot szeretünk, mit szavazzunk? Hát ilyen törvényeket nem kell hozni, ilyen törvényjavaslatokat nem kell beadni, ilyen törvényjavaslatokat az ad be, aki a másik embert szivatni akarja, és magát fényezni akarja, és nem az emberekért dolgozik szerintem. Mert hogyha az emberekért dolgozna, akkor olyan jogszabályokat adna be, amiket megvitatna az érintettekkel, amiket megvitatna a bizottságokon, amiket megvitatna a plenárison, és egy normális folyamat, kiszámítható folyamat keretében születnének a döntések. Ilyen és ehhez hasonló problémáink vannak, ezeken mind változtatni kell, úgyhogy aki érdeklődik ilyen kérdések iránt, arra is bátorítom, hogy ez a negyedik oldaltól itt Justitia is itt van, tehát abszolút partnerségben a civil szervezetekkel bezáróan. Nagyon sok minden keserű tapasztalatból származó változtatási igényünket jeleztük a programban. A másik, ami állandó kérdés, az ugye a propaganda média, meg egyáltalán a média helyzet. Az előbb ugye gettóként apostrofáltad, szigetekként szoktuk mondani, hogy szigetszerűen maradt meg a független média, ami ugye azért független, mert hogy nem ellenzéki média, az sem. Tehát kritikus mindkét oldallal. Úgyhogy ez néha nagyon szokatlan egyesek számára, hogy miért van az, hogy nem tudom, ilyen vagy olyan cikk születik. Nem látok nyilván az újságíróknak bele a fejébe, és nem is dolgom, politikus vagyok. Nagyon sok szempontból kiszolgáltatott az újságíróknak és a teljes médiának, beleértve a közösségi médiát is. De az biztos, hogy a propaganda médiát nem tudjuk tovább cipelni. Nekem az a személyes véleményem, hogy ez a szellemi útmérgezés, ami zajlik az országban, az egész egyszerűen tönkreteszi a létezésünket. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy olyan emberek, akik engem még soha nem láttak, törekedtem arra az elmúlt évben, hogy lássanak, úgy írtak nekem ajtót, hogy maga menjen a fenébe, innen maga, milyen rosszat tett magának a politizálás, hogy néz ki, öreg, ronda, nem is nő, férfi, mit ilyenek, és akkor rám néz, és akkor Bernadett maga nem is néz ki olyan rosszul. És most nem arról van szó, hogy én itt törpilázni szeretnék, hogy most nem 45 évesen jön rám, nem tudom, hogy elindulok a szépségversenyen, csak hogy egyrészt nyilván emberi méltósága mindenkinek van, szerintem, bocsánat, politikusoknak is van, én legalábbis mindig törekszem rá, hogy tiszteletben tartsam a másik ember méltóságát. Legyen politikus vagy nem politikus, másrészt meg, hogy honnan tájékozódik az az ember, aki így nyit ajtót egy másik embernek. Hát nyilván egy olyan médiából tájékozódott ő, amiben ilyen karakterekre vagy erre helyeztek hangsúlyt. Szóval én a propaganda médiát és a beletökéletek vagyunk, ezt nem fogjuk továbbvinni. Szükségünk van egy jó közszolgálati televízióra, egy jó Kossuth rádióra, amit be tudunk kapcsolni, és vitaműsorok vannak rajta, még régen volt is, hogy is hívták azt, most nem tudom, voltam is benne, hogy behívtak még, emlékszem Fodor Gáborral, mert radikális, ő, jó, tudom, ő ellenzéki, de hogy radikálisan más álláspontot képviseltünk. Az elején még lehetett menni kormánypárti ellenzéki, aztán már két ellenzékit ugrasztottak egymást, a végén megszüntették a műsort, tehát ez volt az evolúció. És hát most is volt itt a választási vita, lett volna, hát a Fidesz nem jött el, tehát nem tudtam megkérdezni az ellenfelemet dolgokról. De hogy teljesen eltűntek a vitaműsorok. Hát még régen a Magyar Egyre is jártunk, volt ilyen reggeli revans, vagy nem tudom, valami nagyon jó címben volt, és három újságíró állt, és ott álltam reggel 6-kor, és akkor kérdeztek három oldalról. Szóval voltak ilyen pillanatok, minden eltűnt, most már csak a propaganda van. És szokták kérdezni, hogy hát hogyan fogjuk ezt megszüntetni, hát mondom, nagyon egyszerűen 130 milliárdból működik, hát majd nem fog annyiból működni, szóval azt leshetik, hogy mi abban adózni fogunk.
És egyébként ugyanez, ezen gondolkodjon el a teljes propaganda sajtó, mert hogy itt csomószor állami hirdetésből tartják föl ezeket a piacokat. Ha abban a pillanatban, ha megszüntetjük azt, hogy az önök adóforintjából monopól helyzetben lévő állami cégek azt hirdessék, hogy milyen jó az áram, vagy nem tudom, meg milyen jó atomerőműben dolgozni, meg ilyen dolgokat, akkor abban a pillanatban el lehet gondolkodni, hogy mennyire tud a piacon megélni egy ilyen sajtóorgánon. De van mással is probléma, az előbb említetted ezt a járványügyi e-mailt. Ugye én is kaptam tájékoztatást arról, hogy egyes politikusok fegyvereket akarnak, meg el akarják zárni a gázt. Ugye ebben is volt egy váltás, mert az elején, amíg direktben mondták az ellenzéki politikusokat, kaptak, megfették őket, csak utána váltottak, és most már úgy írják le, hogy egyes politikusok el akarják zárni a gázt. Tehát így most már nem írnak le minket direktbe. De tény, hogy a vírusügyi regisztrációs körimért, vagy nem tudom, e-mail-listát arra használják, hogy a politikai ellenfeleiket revolverezzék. De ott van az adatvédelmi biztosunk is, aki Hatházi Ákost folyamatosan szivatta, de amikor a Pegazus botrány kitört, és civileket, újságírókat figyeltek meg egy kiberfegyverrel, akkor elment szabadságra. Ott van például az ombudsmanunk, aki most a pedagógus sztrájk ellen foglalt állást, magyarul kijelentette, hogy Orbán Viktornak teljesen igaza van, hogy itt a vírusra hivatkozva járjanak a tanárok dolgozni. Szóval ott van egy csomó független intézményünk, amelyiknek komoly jogvédő funkciója van, vagy ott van például az egyenlőbánásmódhatóság is, amit nemes egyszerűsége megszüntettek, úgyhogy már csak volt. Szóval, hogy mit javasolnál, hogy mit tudunk ezekkel a helyzetekkel kezdeni abban az esetben, hogyha nincs kétharmadunk, de van egy feles többségünk. Mindennek van valami ilyen mélyebb társadalomelméleti, vagy alkotmányelméleti dimenziója. A finoman utalt a Detti arra a problémára, amelyik érdekes módon nem is kifejezetten magyar probléma, hogy a képviseleti demokrácia az egész világon válságban van. Na most ebből meg, hogy mondjam, én, aki a parlamenti demokrácia elszánt híve vagyok, azt gondolom, hogy nem az a kiút, hogy megszüntetjük ezt a parlamenti demokráciát, retteltes kockázatai lennének, és az önkény fenyegetését hozná azonnal, hanem az a feladat, hogy a parlamenti demokráciának azt az elfajulását, amelyik a társadalomtól való távolsága és a korrupcióra való hajlam, az önérdekek képviseletére és érvényesítésére való rossz emberi ösztönöknek a lehetőségét hordozó, hogy ezeket minimalizálni és csökkenteni. Vagyis a népi társadalmi ellenőrzésnek az erősítése az rettetesen fontos. Ezért azt gondolom, hogy azt a rettetesen rossz magyar hagyományt, hogy Magyarországon soha egyetlen alkotmányt vagy alaptörvényt nem bocsátottak népszavazásra, ezt valóban meg kell törni, és nagyon érdekes az, hogy 2010-ben nyilván megmérték az Orbánék, hogy szerintem lett volna esélyük arra, akkor, hogy egy népszavazással az alaptörvényüket megerősítsék, csak gyávák voltak hozzá. Tehát az új magyar demokrácia megfelelő parlamenti eljárásban elfogadott alkotmányát valóban népszavazással kell megerősíteni. Ezen kívül, ugye ez nagyon-nagyon fontos elem, amit Detti említett, ugye az önkormányzatiság problémája. Ugye ez megint a társadalmi részvételnek az alapkérdése. Ugye, hát ez egy alkotmányos alapelv, minden döntést ott kell meghozni, ahol a megfelelő információk rendelkezésre állnak, és hogy mondjam, van egy ökör vagy hüvelykúj szabály, minél lejjebb kell a döntést. Tehát a hierarchia legalsó nem csak felfele, hanem lefele. Nem, mindig lehető legalul. Tehát csak arról lehet szabad kormánydöntést hozni, amit nem lehet lejjebb meghozni. Még a parlament és az önkormányzat viszonyában is, amit az önkormányzatokra lehet bízni, az önkormányzatokra lehet bízni. Az a képtelen helyzet, hogy az iskoláknak a működtetése valahol a stratoszférában történik, és nem nem abban a közegben, ahol az iskola működik, ahol ott vannak a tanárok, ott vannak a szülők, és ott vannak a gyerekek, és tudják, hogy a biológia szertárban mi kell, meg milyen
tábla kellene, hogy kell-e elektronikus tábla, vagy legalább kréta kellene ahhoz. Tehát hogy olyan evidencia, és az, hogy valami brutális környezet. Ugye van az életrajzunkban egy közös, hogy én is egy sor komoly környezetvédelmi projektben benne voltam, ugye annak idején az Engő és a Bánáti Bazsarózsa védelmében, akkor egyébként a szocialista kormány ellen, hát ezerrel küzdöttem, nem tudom, hogy ki emlékszik még az ilyen őstörténetekre. De tehát az, hogy mi folyik a Balatonparton, nekem Ábrahámhegyen van egy nyaralóm, hogy a Badacsony őrsön mit művelnek, egyszerűen megáll az ember, tehát a szíve fáj az embernek a kiirtott nádas és a kiirtott ligetek láttán, ahova luxusszállodák épülnek, és nyilván a Mészáros Lőrinc és társai lesz. De hagyjuk is, tehát ez annyira nyomasztó, és annyira evidens, tehát tulajdonképpen van olyan dolog, amiről azt mondom, hogy nem lehet vitatkozni. Tehát arról, hogy tönkretesszük az országunkat, az unokáink elől elvonjuk az oxigént, ezzel szerintem nincs mit vitatkozni, mert nincs normális ember, aki ne értene ezzel egyet. Ugye Eszterházy mondta, hogy ki az a hülye, aki a gonoszságra szavazna. Tehát ugye tönkretenni a környezetet, az merő gonoszság. Azért az a tisztában kell lenni, amikor szavazunk, hogy amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányrudat, a mostani három ciklusából az elsőben, akkor a teljes magyar környezetvédelmi intézményrendszert lepusztította. Megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériumot, nincsen zöld ombudsmanunk, dedikált zöld ombudsmanunk, és ami itt különösen a térségben is borzasztó fájó, és nagyon, nagyon sok esetben hiányzott, és hiányozna, ha így maradna, az, hogy nincsen egy ütőképes zöld hatóságunk. És elképesztő, tehát itt van ez a Pest megyei kormányhivatal, ami szerintem egy maffia, gyakorlatilag úgy építenek meg dolgokat, és úgy olyan hulladékbiznisz zajlik, ami gyakorlatilag egy biológiai bomba, egy ökológiai bomba itt a térségünkben, és amit meg kell oldanunk. Ez így tényleg nem mehet tovább, és itt összefügg a globális, meg a lokális, a magyar, meg a helyi. Itt a településen is vannak olyan civilek, akik nagyon sokat fáradtak azért, hogy az erdő megmaradjon, hogy olyan tanösvény legyen, ami a természet szeretetére és ismeretére neveli a gyermekeket. Természetszerető emberek vagyunk, és tényleg nagyon fontos azt tudni, hogy ők, tehát a Fidesz, az gyakorlatilag tényleg azzal kezdte, hogy mindent tönkretett, amivel védeni tudjuk azt, ami a természetes és zöld. És innentől elkezdve szerintem iszonyatos képmutatás bármilyen fideszes jelöltek is azzal kampányolnia, hogy ő zöld ügyekre érzékeny lenne, mert akkor nem ülne abban a pártban is. Én ebben a kérdésben nagyon-nagyon kemény vagyok. A zöldek amúgy is a legnagyobb harcosok, minket ilyen kis aranyosnak szoktak gondolni, mindig mondták, hogy még az elején, hogy jaj, a zöldek, majd eljön a ti időtök egyszer. Hát én nem kívántam, hogy a mi időnk eljöjjön, mert hogy olyan klímaválság van, hogy a faradja a másikat. Az, hogy szárazságban most kimentem az erdőbe, mert szükségem volt 5 perc magányra, és megnéztem, porzik az egész. Hadházi tegnap fényképezte az erdőtüzeket. Ausztriában is ez zajlik, tehát nem igaz, hogy csak gyújtogatás lenne ez a történet. De gyakorlatilag szomjazik a természet. Másik oldalról meg jönnek a villámárvizek. Csomó településünk nincsen rendesen becsatornázva, vagy pont az agglomerációs nyomás miatt kezdünk annyian lenni, hogy már most sincs elég infrastruktúra a szennyvízre, az meg folyik bele a patakba, meg ahova gondolja. Ha most még többen jönnek, az még hova fog folyni, hát és nem akarok ilyen képeket rajzolni, de hogy ez így nem megy tovább ez a történet. Fel kell készülnünk arra, hogy megváltozott a világ, és nekünk alkalmazkodnunk kell ahhoz, ameddig már elmentünk, és ez azt jelenti, hogy igenis, az a Balaton az nem lehet valami oligarchának a játszótere, ahol majd a barátaival elücsörög a teraszon, és ugyanez igaz a Fertőtóra, ugyanez igaz a Tatai Öregtóra, de a Békás patakra is, meg a Bia patakra, meg minden patakunkra, meg természetes élőhelyünkre, hogy egyszerűen azt meg kell őriznünk, mert szükségünk van rá. Hát, most hát utolsó mondat, csak ez tényleg a Natura 2000-es terület, hogy azt építési területre gondolják emberek. Azt gondolják, hogy az nem természetvédelmi terület, akkor majd valahogy oda építünk ezt-azt, és akkor itt az Álomvölgy, ez egy nagy civil közös projekt volt, tényleg mindenki tette, az egész város, település együtt dolgozott érte, mert ott is felröppentek a hírek, hogy majd letesztek oda, nem tudom, helikopterleszálló pályát, meg ilyen kis rendset, ahova majd el lehet menni pihenni. Szóval, hogy tessék, tehát a Natura 2000-es terület az azt a célt szolgálja, hogy a biodiverzitás fölmaradjon, hogy fajok, élőhelyek meg tudjanak maradni, hogyha vándorolnak a madarak, oda le tudjanak szállni, tudjanak pihenni. A most ebben a században
szerintem olyan védettséget kell, tehát olyan védettséget kell kapniuk, mint a természetvédelmi területeinknek. Hát beadtam törvényjavaslatba azokat az arckifejezéseket, amiket kaptam, szóval tényleg az a problémám, hogy nem is értik azok, akiket a törvényeket hozzák, hogy mivel játszanak most. Én nagyon köszönöm, hogy erre kitértél, mert tényleg ez alap, és minden bajunk, a vírus, a háború mellett igenis ott van a klímaválság, és nem egy kipusztult sárgolyót akarunk magunk mögött hagyni. És telki szempontjából ez azért is fontos, mert ez a település nagyon sokat ad a közösnek azzal, hogy megőrizte a zöld felületeket, és azzal, hogy például itt nincsen ipar. És ezért is fontos, és benne van a programunkban is ebben a helyben, hogy azért abban szeretnék lobbizni, hogy ne legyenek anyagilag se arra kényszerítve az egyes települések, hogy beengedjék az ipart, mert ugye abból van az iparűzési adó, amit igaz, hogy a Fidesz elvon, meg elviszi a súlyadót is, meg mindent elvisz. Csak a térségből 17 településünk van, 1,1 milliárd forintot vont el azzal, hogy a súlyadót innen elvitte. Tehát ugye 60-40% arányban volt ez megosztva, és hát azért fizetjük a súlyadót, hogy a kártyukat megjavítsák. Na azt elvitték, ez összesen 1,1 milliárd forint volt. Aztán jöttek a mészáros kamionjai, az Herceghalomnál van a depó, 7,5 tonnás és a fölötti teherautók után nem lehet behajtási díjat szedni a térségben, sorra kapják a törvényességét az egyes önkormányzatok. Addig tornázott az én kedvenc Pest megyei kormányhivatalom, amíg a kúriával kimondatta, mi volt a kúria érvelése, nincs jogszabályi alapja, hogy behajtási díjat szedjenek az önkormányzatok. 7,5 tonnás terautók. Beadtam egy jogszabálytervezetet, hogy lehessen, meg egyébként akkor maradjon már a súlyadó itt helyben. Erre közölte a Fidesz, hogy adóemelés. Megkérdeztem tőle, hogy hol lát ő ebben adóemelést. A válasza az volt, hogy nem mondhatja, mert nincs ügyrendi lehetősége, hogy kifejtse a gondolatait. Szóval tényleg így nem lehet. Én egy nagyon fura eufémizmusnak tartom a magyar köznyelvben, hogy salátatörvényről beszélünk. Mi az Eötvös Károly Intézetben ezt mosléktörvénynek nevezünk. Hát ugye a saláta ehető. Ellentétben ezekkel a törvényekkel, amelyeket mi, hogy mondjam, én hát tanult jogász vagyok, és hogy mondjam, trenírozva vagyok, hogy ezzel a bigfa nyelvű retteltes jogszabályokban az értelmet megtaláljam, amelyik ugye egyik szakasz egy 20 évvel ezelőtti törvényre utal, össze-vissza vannak a rendelkezések, záró rendelkezések, tehát egy őrület kibogozni az értelmét. De ezek az, hogy saláta törvényekben mi minden van elrejtve, és rendszerint mindenféle gonoszság. Ugye azt, amit a Deti mondott, hogy ugye ezek a jogászok, ugye a jog mögött mindig van egy moralitás. Tehát ugye én alkotmányjoggal foglalkozom, én mindig a morális jogok kifejezést használom. Most a Színház és Filmészeti Egyetemen tartok, már nem a mostanin, hanem az Egyesületben, tehát a Szabad SFF-en tartok egy kurzust. Úgy tartom a jogi órát a diákoknak, hogy egyetlen jogszabályt sem idézek, hanem a jog mögötti morális elveket, amely morális elvek a jogban megjelennek. Ugye a környezetvédelmi jog erre nagyon jó példa. Tehát hogy ezeket én javaslom, hogy nevezzük mosléktörvénynek, és ne salátatörvénynek. Visszatérve ugye a kérdésre, hogy mit lehet a médiával kezdeni, itt azért meg kell mondjam, hogy nagyon súlyos nehézségek vannak, de nem teljesen megoldhatatlanok. Az egyik nekem veszőparipám, és fájdalmas veszőparipa, hogy miközben mondom, hogy tessék szavazni az ellenzéki jelöltre és az ellenzéki összefogásra, de azért azt sem felejtsük el, hogy az ellenzék egy nagyon jelentős győzelmi sorozatot ért el a legutóbbi önkormányzati választásokon, és egy elképesztő nagy sajtóportfólió hullott az ellenzék ölébe. Ugye olyan városok, tehát olyan a budapesti kerületekben, és a kedvenc példám, hogy megmutassam, hogy itt miről van szó, hogy Érd az, ugye nincs innen olyan rettetesen messze, Érd nem a világ közepe. Érden van Érd rádió, van Érd televízió, van Érd újság, és van egy online sajtója, ez mind az önkormányzati. És szerte az országban, ugye ahol önkormányzati győzelem volt, ez a sajtóportfólió az önkormányzatok ölébe hullott. A helyi sajtó, ugye én ORTT elnök voltam, az egyik
városi televízió fogalmazta meg a saját helyzetét úgy, hogy a kerületi városi sajtó az tulajdonképpen a polgármester Teddy Mackója és a polgármester Brum oktatja. Országos verseny folyik azért, hogy nyilván ismerik ezeket az újságokat, hogy a helyi újságban minden számban hányszor van ott a polgármester fényképe, legyen kormánypárti vagy ellenzék, hogy különböző szalagokat vagdos át. Egyébként ezeket a háziasszonyok a sárgarépa pucolására, zöldség pucolására használják, mert nagyon praktikusan, ugye koszolás nélkül ki lehet dobni, én is szeretek konyhában ügyködni, ezek a helyi újságok erejük. De ezt a nagy sajtóportfóliót az ellenzék megpróbálhatta volna a Kesmával szembeállítani és felhasználni. Tudom, hogy milyen nehézségek voltak ezzel, megemlítettem. A másik, hogy mi lesz a választás után. Ugye egyrészt ugye az van, hogy én nekem nagyon élénk a fantáziám, de ezt a hetsajtót és a hetsajtó részévétet még állami televíziónak és állami rádiónak sem nevezném ezt az úgynevezett közszolgálati médiát, hogy ez hogy fog működni, ezt marha nehéz egyébként elképzelni, ahonnan egyébként a detéket egyszerűen kidobták, amik én az Eötvöskári Intézet ezt nagyon nyomatta, hogy a parlamenti politizálásból ki kell lépni, amit ti csináltatok, szerintem nagyon helyesen és nagyon jó volt. Én nagyon-nagyon támogattam azt, hogy azt az akciót, amit a közszolgálatinak csúfolt médiában ott előadtatok. Tehát ezek a mondjam direkt akció, ezek egy ilyen autokrata rendszerben ezekkel próbálkozni kell. Na most az, hogy ugye a kormány segélyt nyalják reggeltől estig, ez hogy tud megváltozni, de mit tudnak csinálni akkor, amikor az ellenzéki kormány megalakult, ezt marha nehéz nekem elképzelni, mert mégis az egyik szakterületen mégiscsak a média jog, és azt, hogy a miniszterelnököt ne engedjék be a közszolgálati médiába, a megválasztott miniszterelnököt és a megválasztott minisztereket és a megválasztott képviselőket. Én nekem, hogy mondjam, annyira szegényes a fantáziám, hogy ezt marha nehezen tudom elképzelni ezt, és hogy mit fognak ott csinálni. Reggeltől estig gyalázzák a megválasztott kormányt. Nyilván ezt fogják, de hogy marha nehéz egyébként, tényleg nagyon nehéz ezt elképzelnem. Most ugye viszont, hogy ebben nem lehet belenyugodni. Tehát egyrészt az nagyon fontos, amire a Detti utalt is, én hegyezem a fülem és a negyedmondatokat is elkapom, hogy a pénzcsapokat el lehet zárni. Tehát ezt a 130 milliárdot, ami úgy, ahogy van kidobott pénz, ugye erre a kormánynak lehetnek eszközei, hogy ezzel valamit kezdjen. És ugye nem csak a közszolgálati médiáról van szó, hanem az egész hetsajtóról. Sajnálom, hogy nincs itt a TV2, mert szeretném a kamerájukba. Szívesen mondanám, hogy ugye azt a rengeteg milliárd forintot, amit ők hirdetési pénzként megkapnak, és ugye, hogy egy kedves szót mondjak az Európai Uniótól, amelyik ellentétes az Európai Unió jogával. Tehát ezt a piactorzító hatást az Európai Unió már régen elverhette volna az Orbán rendszeren, hogyha ezek a pénzek, amelyek több tízmilliárdos nagyságrendiek, azok egyik a napról a másikra megszűnnek, annak biztosan valami hatása lesz. A másik az, hogy azonnal el kell kezdeni egy közszolgálati műsorszolgáltatást. A 21. század technikái mellett ez teljesen lehetséges, és nem 130 milliárd forintból, hanem ennek a töredékéből. Nagyon nehéz egyébként, de nem lehetetlen ehhez újságírókat találni. Hát mit tudom én, most itt van a HVG-től újságíró, most, hogy mondjam, egy tiszteletkört a HVG-nek mondhatok, hogy a HVG-nél dolgozó újságírók, ugye a probléma az, hogy azok, akik a közszolgálatihoz valamit értettek, azok részben kiköltöztek a temetőbe, részben hát 80 pluszos, vagy 70, messze 70 pluszos emberek, tehát és nyilván a jelenlegiekkel nem lehet közszolgálatit csinálni, csúfolása lenne a magának az intézménynek, de hát itt-ott van a magyar sajtónak, ugye kihaló szakma az újságíró, tegyem hozzá, de mégis itt-ott még az embereket meg lehetne találni, és akkor rögtön el kell kezdeni egy közszolgálati műsorszolgáltatást, és egy olyan rendszerben, ahol
A földfelszíni sugárzás jelentősége egészen lehanyatlott, tehát az analóg televíziózás és a rádiózás nem, analóg televíziózás jelentősége nagyon lecsökkent, kábelen és telefon dróton ezeket ezt a közszolgálati adást azonnal el lehet, már most meg kellene, hogy mondjam, már most el vagyunk késve, hogy ezt megszervezzük, de egyébként abba, a választás után azonnal meg kell csinálni. Én ezt akartam, hogy még van előtte egy kis dolgunk. Jó, de ez is egyébként hozzátartozna. Nem a te dolgod. Így van. De az ellenzék illetve. A másik, hogy ami a, hát azért a ezt a több mint 500 sajtótermékből álló rettenetes kesmát, amit egyébként egy központi szerkesztőségből, most egyébként erre most bizonyítékok is vannak, a független sajtó maradéka ezt elég jól bemutatta, hogy itt ez, a, amiről az eddig beszéltem, az, hogy a magyar állam úgy működik, hogy hoztak egy teljesen korlátolt jogszabályt, amelyik azt mondja, nemzet stratégiai jelentőségű döntés, akkor az már a törvények felett áll, és a média törvény felett is áll. Megjegyzem, a zárójeles megjegyzés, a most hatályos média törvény is a kiegyensúlyozott tájékoztatást elírja. Tehát most képzeld el, hogy miniszter vagy az új kormányba, és bemész a közszolgálati televízióba, kezdetben a média törvénnyel, tessék, ide van írva, hogy a tájékoztatásnak, kiegyensúlyozatnak kellene, itt vagyok, hogy kiegyensúlyozzam a másik oldalt. Mégiscsak abszurdum egyébként az, hogy 6 ellenzéki párt 5 percet kap a közszolgálati médiában, holott benne van a törvényben, hogy kiegyensúlyozatnak kell lenni. Ennek két változata van, hogy a kormánypárt és az ellenzék, függetlenül, hogy egyébként hány helye van a kormánypártnak a parlamentben, ugyanannyi megszólalási lehetőséget kell, hogy kapjon a közszolgálati médiában. Van ez a francia modell, amit egyébként nem... hogy sehol nincs törvénybe foglalva, amelyik úgy mondja, hogy a kormánypárt és az ellenzék, tehát egyharmad, tehát gyakorlatilag az ellenzék 0%-ot kap a közszolgálatiban. Na most a kesmát viszont piac... Itt elmondok egy példát, hogy ezt hogy pipálták ki, hogy amíg én tartottam sajtótájékoztatókat, volt olyan, hogy azt csinálták, hogy felvették a sajtótájékoztatót, de csak a képet adták le, és alá mondták, hogy szerintük én mit gondolok a világról. Komolyan, tehát, hogy és így kipipálták, mert megvolt nem tudom annyi perc, amennyi az akkori pártomnak úgy dukált, vagy amit gondoltak, de hogy a gondolatiság, vagy az én felfogásom az már nem jött át, mert ők lefordították a saját nyelvükre, hogy én megszüntetném, tönkretenném, felszámolnám, behoznám, soros, akkoriban ez a világ volt. Hozzáteszem egyébként, hogy a társadalom... Most hogy kerekítsük de nem még abszolút, jó, csak hogy... Annyi, hogy egyébként ugye a társadalmi részvételről is, hogy egy közszolgálati médiumban a társadalmi mozgalmaknak is ugyanolyan súlya kell megjelenniük. Tehát ugye, ha a környezetvédelemről beszélünk, tehát ha Badassonyőrsön kirtják a nádat, luxusszállodát építenek, a fákat kivágják, és föltöltik a partot, ami katasztrófa. Rengeteg mocsári teknős él ott azon a helyen, én oda járok, és állandóan mentem a mocsári teknősöket, amelyik kihalófélben van egyébként a Balaton vízgyűjtőjében. Hogy a közszolgálatiság alapszabály, hogy aki szállodát akar építeni, az ugyanolyan annyi percet kap, mint a releváns környezetvédő csoporta, amelyek ezt ellenőrzik. Tehát nem is csak arról van szó, hogy itt a politikai eliten belüli kiegyensúlyozás. És csak annyit akartam mondani, és be is fejezem, hogy a piacfelügyeleti eszközökkel hatékonyan lehet föllépni a nem államinak mondott, ugye ez a kvázi magángazdaságba tartozó, de persze a Fidesz hatalmi gépezetének az irányítása alatt álló 500 megyei és országos sajtótermékkel szemben, és hogy aztán, hogy lehet szabad médiát csinálni, az nagyon nehéz dolog. Meg kell mondjam, hogy szerintem nem a mellettem ülő Szél Bernadettet, de jó néhány ellenzéki politikust is, hát hogy mondjam, képezni kell arra, hogy tudomásul vegye azt, hogy a szabad sajtó, az nem azt jelenti, hogy őt támogatja.
Így van. Tehát ezért is mondtam, hogy nem ellenzéki, hanem kritikus. Így van. Csak tudod, egy olyan országban, ahol senki nincs a helyén, mondta egy barátom, hogy a politikus az újságíró, mert ugye nekünk még válaszolnak a kérdésekre, az újságíró az ügyész meg politikus, azért így nehéz élni. És nekem tényleg az az érzésem, hogy az elmúlt 12 évben minden egy kicsit úgy kimozdult a helyéről. És ezért is van egy általános elégedetlenség, meg diszkomfort érzés nagyon sok helyen az országban, mert egyszerűen nem tudunk a helyünkön lenni. Nekem is az lenne az életem normális menete, hogy nem tudom, kidobnak a köztévéből, hanem az, hogy meghívnak és megkérdezik a véleményemet. De említetted az önkormányzati lapokat is. Volt olyan, mondjuk is el a Solymári Hírmondó, volt annyira korrekt és szépen minden jelöltet lehozott. Más meg volt annyira inkorrekt, ez történt Biatorbágyon és Budakeszin is, hogy a kormánypárti jelöltek adtak médiafelületet, engem meg volt, ahol visszautasítottak. Rejs Tamással volt egy közös cikkünk, kifejezetten az agglomerációs nyomásról, arra hivatkozva utasították vissza, kampányidőszakon kívül, hogy, vagy az, igen, mi kampányidőszakon kívül volt bőven, hogy ők nem hozhatnak le, mert hogy nem regisztráltak az állami számbevőszéknél. Hát nem sokat kellett várni egy 4 oldalas, vagy nem tudom hány oldalas az ellenfelemnek a tevékenységet mutató írásra ugyanabban a lapban. Szóval, hogy ezek olyan rendszerek, amik valóban, tehát lejt a pálya a másik oldalra, és amit mondtál, ez nagyon fontos, és én ezt tudom, hogy úgy indultunk el a választásokon, hogy se nem demokratikus, se nem jogállami, se nem szabad, hogy a média az nem, hogy a mi oldalunkon áll, de hogy az ő oldalukon áll az egész, és hogy én nekem azért nagyon erős állításom, hogy egy ilyen rendszerben nem lehet úgy csinálni, mint hogy van a propaganda, és akkor van, aki mindentől független. Tehát legalább akkor az igazságot tudjuk meg, és hozzuk le, mert sok múlhat ezen. És hogy szerintem én például nagyon vártam volna, vagy nagyon, nagyon fontosnak tartanám, hogy azok az ellenzéki erőfeszítések, amik igenis léteznek és megjelennek, azok ott legyenek mondjuk kontrasztva téve a fideszes erőfeszítésekkel. És akkor mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye szemmel látható a kampánynak az egyik eleme, hogy itt kilógnak a különböző plakátok. Szóval, hogy ami kint van értékben, az nagyon súlyos pénzekbe kerül a kormánypárt részéről. Na most mi ezzel szemben, mi magunk kasíroztuk, ragasztottuk a plakátjainknak egy jelentős részét, és ami meg alá van írva, hogy dr. Szél Bernadett Pest 2 és szívecske, az azért van ráírva, mert azt én magam ragasztottam. És nem tudom, 2 hétig nagyjából nem láttam a saját férjemet, mert hogy minden este ment az oszlopokra, és a kemény stábban, az éjszakai stábban rakták föl ezeket az oszlopokra. Tehát itt van egy olyan kampány a másik oldalról, ami gőzerővel megy, végtelen mennyiségű közpénz, média, önkormányzati lapok, polgármesterek, minden csatasorban van állítva, meg van a másik oldalról egy közösség, ami gyakorlatilag az elmúlt egy évben fölépítette magát, összefogásban vannak benne civilek, függetlenek, párttagok, mindenféle olyan ember, aki küzd azért, hogy végre rend legyen ebben az országban, és meg ne azért adózzunk, hogy a Mészárosnak a dolgai mindenhol épüljenek, hanem hogy legyen egészségügyünk, legyen oktatásunk, és egyéb közös dolgunk. Szóval, hogy és mi gyakorlatilag egy közösségi kampány keretében csináljuk ezt az egészet, töredék erőforrásból. És ilyen viszonyok között is fogják magukat, és Nagy Kovácsiban mondjuk egy utcát lepucoltak éjszaka a plakátjaimból, és elvisztek egy nekünk nagy 60-80 ezer forintnyi összeget. Azt onnan elvitték. Tehát még ezért is lehajolnak, nem elég nekik tényleg az Isten pénze sem, még azért fogja magát, aztán elviszi az én plakátomat is. Hát jó reggelt kívánok, szóval, hogy így ez persze, hogy nem kiegyensúlyozott. És mégis ilyenkor Magyarország érdeke nem azt kívánja, hogy akkor azt mondjam, hogy hát szomorúan nézünk, hazamegyünk, nem indulunk el a választásokon, hanem azt kell mondani, hogy akkor mindent összerakunk és elindulunk a választásokon, és addig, ahogy Széchenyi mondta, hogy tényleg most addig küzdünk, amivel csak van és ameddig csak lehet a hazáért. És ilyenkor lehet azt mondani, hogy nem tudom, ez valami idealista elképzelés, de nem, ez kötelesség. Ez kötelesség, és ez nem Szél Bernadettről szól, meg nem arról szól, hogy én most akkor hány helyen vagyok ki, meg nem tudom, hanem ez arról szól, hogy sikerül egy olyan helyzetet létrehoznunk, és ezért nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és elmondtad, hogy milyen dilemmáink és mennyire nehéz helyzetünk van, hogy kvázi visszamenjünk az origóhoz, és elkezdjünk felépíteni egy olyan demokratikus rendszert, amit majd egy bárhonnan érkező, nem tudom, eltévejedett ember a maga hatalmi játszmaival nem sajátít ki, mert már volt 2/3 ebben az országban, nem a Fideszé volt, és nem csinált ilyen műsort. És ennek az embernek, aki most az országot vezeti, 2 választás között fantasztikus helyzete volt. A gazdaság
rehabilitálódott egy válságból, és elkezdett erősödni. Számolatlan mennyiségben dőlt az Európai Uniós pénz Magyarországra, és kétharmada volt. Hát melyik politikus álmodhat ilyen körülményekről? Tele van pénzzel, nincs válság, sőt, és még mellette ott a kétharmad is. Csodálatos dolgokat csinálhatott volna. Na most ehhez képest csak itt a választókerületben. Valahogy nem látom, hogy azok a csodálatos dolgok megszülettek volna, amiből nekünk a strukturális problémáinkban A-ról B-be eljutottunk volna, vagy B-ből C-be. Sőt, azt látom, hogy aki itt helyben meg volt választva, az ausztrál nagykövet lesz, hogyha a Fidesz győz. Mert biztos megszolgált érte. De láttam olyan nagyköveti kinevezéseket is, amik, na jó, szóval inkább nem húzom fel magam, de hogy a lényeg az, mert diplomata akartam egyébként lenni, még annól az értelemben nemzetközi kapcsolatokon végeztem, és egészen megdöbbentem rajta, amit az országban zajlik, mit gondolok diplomáciának, de teljesen mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nem azért néz ez így ki, mert ez a dolog, ez nem rólunk szólt. Ez nem a lakosságról szólt, ez arról szólt, hogy ők a hatalmukat bebiztosítsák annak érdekében, hogy a lehető leggazdagabbak legyenek. Ez volt a cél, és ezzel szembe kell néznünk, mert aki ezzel szembenéz, utána el tud azon gondolkodni, hogy vajon mennyire szimpatikus neki ez a hatpárti koalíció, vagy mennyire nem szimpatikus neki valamelyik tagja, mert például ilyen is van, tehát én teljesen őszinte vagyok, élő adásban is, elmondja, hogy valamelyik tagja esetleg nem szimpatikus ennek a közösségnek. Hát de ott van öt másik, ami meg igen. A politikusok nem tökéletesek, hát én messze nem vagyok az. A választók sem azok, az országból sem próbálunk tökéletes országot csinálni, de működjenek a dolgaink. És vannak bizonyos alapvetések, és azokat ide leírtuk. Elég kemény munkával megszületett, mondom, ez csak a kivonata, de ez is elég tömény. Mondom, egy mondat benne például az, hogy valódi közszolgálati médiát állítunk a közszolgálatába, aztán persze fejtegettük egy kicsit ahogyan, de hogy ez egy olyan kódex, amihez mi tartjuk magunkat. A Fidesznek utoljára 2010-ben volt ilyenje. A első dolga volt az, hogy a parlamentbe érkezve félredobja. Emlékszem, még Ángyán tanár úr volt, az agrárügyi államtitkár. Azon gondolkodtunk Szabó Rebekával, hogy hát hogy fogunk nem összefogni vele, hát mégiscsak fideszes. Hát nem kellett sokáig várni, sajnos ott ült a független padsorban, mert nem ment bele abba a borzalomban, amit a magyar mezőgazdasággal a Fidesz megcsinált. Szóval, hogy röviden és tömören az elköteleződés az innen kell, hogy táplálkozzon, hogy ilyen nehéz dilemmáink egyáltalán legyenek, hogy azzal a bizonyos, úgynevezett sima győzelmünkkel, vagy egyszerű többségünkkel, azzal, amit csináljunk, mert a győzelem egyáltalán nem sima, és iszonyatosan meg kell érte küzdenünk. Én is azt érzékelem, hogy nagyon billeg a helyzet, tehát az országban az, hogy lesz vagy nem lesz kormányváltás, az most rajtunk múlik, hogy mi elmegyünk-e szavazni, mert hogy elvileg ellenzéki többség van, ugye már 18-ban is az volt, csak akkor nem volt összefogás, most összefogás van. És én arra szeretném kérni önöket, hogy tényleg minden egyes nap, a következő napokban azzal keljünk fel, hogy mit teszünk ma azért, hogy kormányváltást legyen, mert akkor fogunk eljutni odáig, hogy ilyen kritikus emberek, mint Hajtényi László, aki bár az ellenzékkel van, de nem lilaköddel, hanem teljesen reálisan látja a helyzetet, hogy ilyen problémákat meg tudjunk oldani. Mert ha nincs jogállam, akkor mindenki kiszolgáltatott az éppen aktuális hatalomnak. Ha jogállam van, akkor viszont mindenki egyenlő a törvény asztalánál, és nem lesznek mészárosok, meg nem lesznek kiemelt emberek. Aranyos volt egy úr, én tisztelem őt egyébként, csak egy jópofa gondolatot mondott, hogy hát a mészáros végül is hát nem viszi majd magával, mint hogyha majd elmegy, és majd itt marad nekünk. Hát azért ennyire ne legyünk már fatálisak, tehát azok lopott pénzek. Szóval, meg az, hogy magyar vállalkozó. Hát az ég szerelmére, attól még nem lophat. Tehát, hogy így, mert hogy itt erről van szó, és itt a kis szórólapunk, döbbenet, itt van. 3 millió forintot keres óránként, tehát ennyire nem lehet valaki tehetséges. Szóval ez nem erről szól. És itt van kőkeményen az Orbán család 15 milliárd forintot tett zsebre 15 óta. Ezek olyan számok, meg ezek, és ebből hány CT és minden hány jöhetett volna ki olyan dolog, ami mi hasznosítani tudunk, mi mindannyian. Szóval ezek a pénzek nekünk kellenek, és ez nem szeretnék álszemérmes lenni, tényleg azt gondolom, hogy amit itt viselünk, a kék szalag, a sárgát ugye Ukrajnáért, de a kéket, az azért, hogy elszámoltatást legyen, nem csak a pénzért, de a pénzért is, de az igazságért is. Tehát ne nézze senki madárnak a magyar embert. Nem azért adózok, hogy utána, nem tudom, olyan autókkal járnak már Marbellán, most hallottam, aki szemtanúja volt ennek, a kormányfőveje meg a lánya, ami, tehát annyi pénzt én nem tudok elképzelni, pedig közgazdász vagyok, hogy magánpénztárcában legyen.
Úgyhogy igazából olyan sok minden Tibor István nem tett le az asztalra, de ez érvényes Orbán Ráhelyre is. Úgyhogy nem ezért dolgozunk, nem ezért adózunk, Pest 2-ben sem.